Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit az Összhang kulturális magazin műsorunkban. Az Árszakra Fesztivál záró napján egy különleges eseménynek lehettünk részesei a Szent Efrém férfikar jóvoltából. Különböző nyelveken hallhattuk a mi atyánk imádságot. Egy rövid részlet következik. Arámi nyelven. Abun basmajó, nitka basmó, títam malkutó. Nekve szebiónó, ajkánd basmajó báró, habun lakmon cónan jónó, ajkánd basmak lakhab báj, bachtam háj, ajkánd doknan spachal lakhjó báj. Ulo talan de Sion, elo pasolan men bisho. Metudi lo kimanu to, chaylo, tezbucho to ulo la volmin. Amen. A Szent Efrém férfikart a Liszt Ferenc, valamint Magyarország érdemes művészedíjas Bubnó Tamás 2002-ben alapította. Azzal a céllal, hogy párbeszéd alakuljon ki a kultúrák között. Céljuk továbbá a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása és népszerűsítése. Nagy hangsúlyt fekteknek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány ápolására. Az alapító egyik fiát, aki szintén a férfi kórus tagja, kérdeztem a koncertet követően. Szeretettel köszöntöm az Apostol Televízió nézői nevében. A Szent Efrém kórus nem először szerepel az Árszakra fesztiválon. A mai napon itt zárták ezt a fesztivált, mi is a templomba, és azt hiszem, hogy önök is. Mit jelent a kórusnak ezen a fesztiválon jelen lenni? Hát igazából egy nagyon fontos visszatérő elem az évadunkban igazából, hogyha a szeptembert összeállítjuk a koncertévad kezdetét, akkor mindig valahol itt indul el Budapesten a Szent Efrém férfikar évada. Emlékszem, hogy már nagyon sokféle műsort és nagyon sokféle helyszínen énekeltünk az Árszakra Fesztiválon, tehát volt Csajkovszki liturgia is például a Lőrinc pap téren, a jezsuitáknál egészen sokféle műsort énekeltünk, úgyhogy mindig nagyon nagy örömmel térünk vissza. Ugye az Árszakrának egy óriási előnye, hogy egy ingyenes rendezvény, ezért sokan azok is, akik egyébként nem jönnek el a koncertünkre, mert vagy vidéken van, vagy külföldön van, vagy esetleg túl sokba kerül, azok el tudnak jönni, és most szerencsénk volt, hogy idén kétszer is énekeltünk az Árszakra Fesztiválon. A következő hetekben vagy hónapokban hol hallható a kórus? Igazából nagyon szokás szerint elég sokféle projektet indítottunk el ebben a 2018-2019-es évadban is. Most van egy talán nem annyira, sokaknak meglepő, de nem annyira fő profilba vágó, ami inkább nem egyházi zene, ugyanis lesz egy Liszt Mozaikok című az Állami Népi Együttessel és a Hagyományok Házával közösen összeállított előadás, ami a Művészetek Palotájában lesz ennek a bemutatója októberben, tehát ez most a következő nagy projekt, amire készülünk, ez az egyik. A másik, azt itthon nem fogják tudni meghallgatni, de reméljük egyszer fogjuk ezt a műsort itthon is énekelni, hogy Konstantinápolyban, régi nevén, azaz mai nevén Isztambulban lesz egy koncertje az együttesnek, még szintén októberben. Ez egyetlen egy koncert, és édesapám Bubnó Tamás, a Szent Efrém művészeti vezetője összeállított egy játékot, egy misztérium játékot tulajdonképpen Árpádházi Szent Piroskáról.
Úgyhogy annak ez az apropója. Utána pedig, amit mindenképpen ki kell emelni, mivel még úgy tűnik, hogy messze van, de igazából mi már nagyon készülünk rá, az 2019-ben az Orientale Lumen sorozatunk. Erre már szeptember közepén elkezdtük árusítani a bérleteket egyelőre. Nagyon különleges három koncertnek nézünk elébe, csak elmondom a fellépőket. Először Pál István Szalonna és Bandája lesz a vendégünk januárban a Belvárosi templomban, aztán áprilisban egy moszkvai énekegyüttes, a Dorosz, őket onnan talán ismerni nem ismerik, kivéve azok, akik jártak Moszkvában, de onnan lehet megismerni, hogy ugye a Vörös téren van az a gyönyörű hajmakupolás székesegyház, ők ott teljesítenek minden nap liturgikus szolgálatot, viszont nyilván néha kivesznek pihenőt, és olyankor eljönnek koncertezni például Magyarországra. A harmadik koncert júniusban, a Pünkösdi koncert, az pedig egy különleges koprodukció, egy görög származású Németországban élő zeneszerző nő, Konstancia Gurzinak van egy Paharion című műve, ami igazából abszolút egybevág a mi Orientale Lumen sorozatunknak az alap gondolatával, miszerint a keleti és a nyugati egyházzenének egyfajta ötvözetét adja elő, ezt úgy tekinthetjük, mint 15 párbeszéd kelet és nyugat között. Tehát ez lesz az Orientale Lumen sorozat, úgyhogy most igazából egészen jövő június végéig felvázoltam, hogy hol lehet elkapni a Szent Efrém férfikart. Remélem sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és akik majd később fogják látni ezt a mai koncertet, hiszen ez csodálatos volt, ez a mi atyánk a gyerekekkel. A gyerekek is a családból tevődtek össze, vagy pedig máshonnan kerültek ide? Hát egyébként még családtag is volt a mi atyánk olvasók között, mert az unokatestvérem is például olvasott spanyol nyelven mi atyánkot, de ő volt most egyedül igazából családtag. Ugye úgy kötődik, vagy azért a gyerekek a budapesti énekesiskolából jöttek. Itt édesapám szintén a kapocs, mert ő a művészeti vezetője Mezei Jánossal együtt, ezt most már, hát idejét sem tudom, azt hiszem 85-ben alapították ők meg az énekesiskolát, Dobszai László tanár úr felbújtására és kérésére egyébként akkor. Ez egy szkóla rendszerben működik, azaz a gyerekek járnak rendesen iskolába, de van külön kóruspróbájuk, és minden héten liturgikus szolgálatot teljesítenek. Ők a Terézvárosi templomban és a Belvárosi főplébánián szoktak énekelni, mindig az osztályok szétosztják egymás között, hogy milyen vesperást csinálnak meg, néha pedig misét. Tehát így van a szolgálat összehozva, hogy mindenki tudjon énekelni. Tehát a Budapesti Énekesiskolának lehetett látni, hogy az egészen kicsitől a már 10 évesig volt, tehát ugye itt minden korosztály képviselteti magát, és onnan jöttek. Említette az édesapját, és a kórusban még a testvére is már kis énekel. Milyen érzés beleszületni a zenébe, és hogyan élte meg a gyermekkorát, és ahhoz, hogy eljutott idáig, hiszen egyrészt énekel a kórusban, de nem ebből tartja el a családját. Hogy az elejéről indítsak, nekem igazából felemás volt, tehát igazából nagyon szerettem már, és rengeteg zenét hallgattam kiskoromtól, aztán volt egy nagyon erős lázadó korszakom 10 éves koromban, amikor nagyon nem hallgattam semmi olyan zenét, amiben édesapám benne volt, viszont aztán visszakanyarodtam jóval később, amikor igazából ez is egy ilyen görbe volt, ahogy visszatértem, mert gitároztam, és aztán belekerültem egy olyan együttesbe, ahol gitáron játszottunk klasszikus zenei feldolgozásokat, Vivaldi 4 évszakot és hasonlókat, és akkor kezdett megint érdekelni, hogy igazán ez a zenei világ. De hát ez megint más, mint a bizánci zenei világ, az mindig velem élt, mivel kiskoromtól a liturgiákon keresztül ez így beleivódik, és tényleg belemegy az ember vérkeringésébe. Nem is lehet akkor még tudni, hogy ez mennyire sok mindenre megtanít ez a dolog. És az a lényeg, hogy így aztán szépen visszakapcsolódtam ebbe, és utána végeztem el a Zeneakadémiát, de az már azután volt, hogy egy angol szakot is elvégeztem, amivel, csak hogy a kérdés második felére is reagáljak, sosem kezdtem semmit, tehát hogy nem vagyok angol tanár, én jelenleg a közmédiában dolgozom, ott a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályon dolgozom, tehát ott az a napi munkám, ami mellett a Szent Efrém Férfikart és a Férfikarnak a háttér munkáját, tehát a menedzsmentjét, meg a szervezését is valamennyire én csinálom. Kis Miklóskának mit szán? Még nem tudom, hogy melyik szólam fog neki a legjobban állni, most jelenleg a tenorba tudom elképzelni a hangossága miatt, de igazából kicsit komolyabbra fordítva, én nem ragaszkodom hozzá, hogy ő zenész legyen, mint ahogy édesapám sem ragaszkodott hozzá, hogy a bátyámmal zenészek legyünk. Talán épp ezért lettünk zenészek, mert szabad volt a döntés. Úgyhogy Miklóskának is csak azt
kívánom, hogy hozzám hasonlóan legyen lehetősége eldönteni, és minél több jó dolog közül választhasson, hogy mivel szeretne foglalkozni, hogyha felnő. Dr. Szilágyi Gyula orgonaművész hétrészes koncert keretében mutatta be Francisco Correa de Araujo Facultat Organica 69 darabját. A befejező előadásból adunk ízelítőt nézőinknek. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Aki esetleg nem volt itt, mindig arra kell számítanom, hogy van olyan, aki most van itt először. Annak elmondom, hogy ez egy 7 részből álló koncertsorozat utolsó állomása, utolsó része, melyen egy 17. századi spanyol komponista Francisco Correa de Araujo tulajdonképpen teljes életművét próbáltam ebbe a templomba végigjátszani. Ennek az életműnek, ami nyomtatásban megjelent 1626-ban, az a címe, hogy Libro de Tientos y Discursos. Ez annyit tesz, hogy tientók és zenei párbeszédeknek a gyűjteménye, magyarul orgonadarabok, 69 orgonadarab, és a hosszú zengzetes cím legvégén ott van az, hogy egyben orgonaiskola, Facultad Organica. A zeneszerző Sevillában született, és életének nagy részét ott élte le. 1599-től 36 éven keresztül a város második legfontosabb templomának, a Székesegyház utáni második fontossági sorrendben legfontosabb templomának, a Szent Megváltó, vagy mai hivatalos nevén az Isteni Megváltó templomnak volt az orgonistája, amely templom annak idején még őrizte az eredeti formáját, vagyis az, hogy mecset volt a múr megszállás alatt, és amikor a keresztények visszahódították a félszigetet, akkor elkezdték ezeket az épületeket használni keresztjén Isten tiszteletekre. A zeneszerzőnk nem csak zeneszerző és zeneelmélet tudós, hanem felszentelt áldozó pap is volt, és ez egy káptalani templom, mind a mai napig. Úgyhogy ő ebben a minőségében, legfőképpen orgonistai minőségében, meg kórusvezetői minőségben működött, de nyilván a szolgálat mást is osztott rá annak idején. Nem volt konfliktusmentes az élete, többször próbálkozott nagyobb, prosperálóbb helyekre pályázni orgonistának, de egyik próbálkozása sem járt sikerrel, míg végül 1636-ban egy néhány évre Jaénbe költözött, a jaéni katedrálisnak lett az orgonistája, majd pedig a mai Észak-Kasztília Szegóvia városában lett orgonista, szintén a Székesegyházban, ahol 1654-ben bekövetkezett haláláig volt orgonista. A 7 részt, mindegyiket megcímkéztem korábban, és a korábbi részeknek a címei, azok rendszerint idézetek, vagy olyan címszavak voltak, amiket Correa is használt a művében. Az utolsó rész kivétel. Ezt a címet én adtam ennek a mai koncertnek, El Jardín Secreto, vagyis a titkos kert. Miért is adtam ezt a címet? A Correa gyűjteményében rendszerint olyan orgonadarabok vannak, amelyek a
az istentiszteleti körben, tehát bármilyen, mondjuk úgy, hogy belső körben elhangozhattak, de azért van a gyűjteményben néhány olyan mű is, ami világi dallamoknak a feldolgozása. Egy korabeli zeneszerzőt az minősített elsősorban, hogy ismert dallamokra hogyan tudott különféle variációkat improvizálni, és ezek rendszerint, ezekről tudunk más zeneszerzők nyomdokán is, hogy ezeket a dallamokat például az egyik koncerten éppen a tehenekről volt szó, volt egy ilyen dal, hogy őrizd a teheneimet, és ez a dal annyira népszerű volt, hogy már a 16. században is erre improvizáltak billentyűs zeneszerzők. A titkos kert, ez több oldalú. Részben azért, mert a gyűjtemény legvégére, illetve a koncertsorozat legvégére szántam azt a hatalmas variációs művet, ami Lassusnak egy Susanna elnevezésű spirituális sanzonjára íródott, illetve azt vette alapul. Hát Lassus se saját magától vette a dallamokat, illetve a témát, hanem a 16. században Franciaországban a Dániel könyve 13. fejezetében, ugye tudjuk, hogy ott található ez a történet, a Zsuzsanna és a Vének története, rengeteg festmény is keletkezett erre a témára. A Lassusnak a műve megihletett nagyon sok billentyűs zeneszerzőt, és többek között Correát is, és hát ő is megpróbálkozott ezzel a kihívással, hogy egy sanzon, egy kórusmű, egy vokális reneszánsz kórusmű milyen módon valósulhat meg a billentyűzeten, de úgy, hogy nyilvánvalóan a zeneszerző belead apait, anyait, és nem csak a művet, a kiindulási művet díszíti fel, hanem még hát elég tartalmas mondani valót is képes hozzáfűzni. A másik olvasata ennek a titkos kert elnevezésnek pedig az, hogy erre a koncertre hagytam azokat a tientókat, műveket, amelyek rendszerint olyan hangnemekben íródtak, meg is nevezem a negyedik tónusban, amely hangnem, illetve tónus rendszerint a fájdalmas érzelmeknek a kifejezője, vagy pedig ugyanakkor mély, nagyon mély teológiai tartalmaknak is lehet, elvont tartalmaknak, például az eukarisztia tartalmának kifejezője. És itt a műsorba, bár ugyan a címeket spanyolul írtam, ezt nem azért tettem, mert önöket próbára szerettem volna tenni, hogy most mennyire értik a spanyol nyelvet, hanem így éreztem autentikusnak ezt az egész sorozatot, hogy a zeneszerző eredeti elnevezéseit írom le, és aztán megmagyarázom. Tehát a negyedik tónusból hallgatunk majd mindjárt 5 darabot is. Persze nem kell arra gondolni, hogy ezek ilyen mindegyik egyforma lesz, hanem hát eléggé különbözőek. Az első tientó az a sorozatban, illetve a fakultád organikában az első 12 tientó az egy ilyen közepesen nehéz, vagy inkább mondjuk úgy, hogy elég nehéz tientóknak a sorozata, mind a 12 korabeli használt hangnemben, a tónusokban természetesen, nem a durban és a molban. Ezt követő blokkokban elég sok negyedik hangnemű, negyedik tónusú tientó található, innen fognak hallani majd a 17-est, a 18-ast, és a 29 vagy 39-es már olyan tientó lesz, aminek külön van jobb kéz szólója és bal kéz kísérete.
Még annyit, hogy aki nem tudja, a spanyol orgonáknak az az egyik tulajdonsága, hogy a regiszterei osztottak, és így a jobb kéz egy erősebb regisztrációval, vagy éppen a bal kéz egy erősebb regisztrációval tud játszani, miközben a másik kéz területén a másik félregiszter az halkabb kíséretet biztosít. Ezt úgy hívják, hogy medio registro, tehát hogyha a műsoron ezt meglátják, ez a medio registro, ez a félregiszter. A sorozat, illetve a koncert legvégére hagytam három olyan művet, ami szerintem a ciklus talán legelvontabb és legnehezebb művei, úgyhogy kapaszkodnom kell a legvégére, és hát a legutolsó pedig pontosan a Zsuzsanna témára íródott mű, ami szerintem a legelvontabb mű a fakultát orgánikába. A darabok nehézségi fokait Correa jelezte, ez ott szögletes zárójelben van, ugye a grádó az fokot jelent, és itt lehet látni, hogy most melyik darab éppen milyen nehézségi fokú, de elárulom, hogy ne tessék megtudni, hogy ez csak az ő szempontja volt, tehát valójában tényleg mindegyik nagyon nehéz. És még annyit, hogy a Zsuzsanna történetét azt két kattintással megtalálják az interneten is. Elég csak rákeresni egy Szent István társulati Biblia weboldalra, és a Dániel könyve 13. fejezetét tessenek elolvasni majd otthon szorgalomból. Ez a fejezet már nem került bele a protestáns kánonba, úgyhogy ez csak a vulgátában fordul elő. Nyilván későbbi hozzáfűzött ilyen úgynevezett tanító fejezet volt. Arról szól, hogy két a nép által választott magasrangú bíra egy nagyon csúnya bűnt követ el, tudnilik konspirálnak egymással, és egy gazdag zsidó kereskedőnek a feleségét próbálják elcsábítani. És a konspiráció az, hogy ugye tudjuk, hogyha ketten ugyanazt mondják, ugyanazt vallják, akkor azt igaznak kell elfogadni. És nyilván, mivel ők a bírák, ezúton ők fognak majd bíráskodni is, és a kinézett hölgy ellen fognak vallani. Igen ám, csak hogy pontosan nem számítottak azzal, hogy a Zsuzsanna nevű hölgy egy Jojákim nevű úriembernek, a tisztes úriembernek a felesége, istenfélő ember volt, és amikor megkörnyékezték ezzel a dologgal, akkor imádkozott, és Isten meghallgatta az imádságát, és Dániel szívébe pedig hát elindította azt a folyamatot, hogy tessék kideríteni az igazságot. Az Ószövetségben az is meg van írva, hogy ne öld meg az igazat. Tehát ezt muszáj volt, ezt a csúnya konspirációt helyrehozni, és hát ez a tanító költeménynek, vagy a fejezetnek ez a lényege, hogy hát az Úristen bármelyik pillanatban képes közbelépni, és az igazat megvédeni. Így hallgassák majd meg ezt az utolsó darabot, hiszen tulajdonképpen mindent összefoglal, ami ennek a történetnek a lényege, az elszomorodástól kezdve, az imádságon keresztül, a dicsőséges isteni közbelépésig. A történet vége az természetesen, hogy Dániel segítségével a nép vénei rajta kapják ezt a két bírát a hazugságon, és tudnélik, mind a kettőnek ugyanazt a kérdést tette föl Dániel, és így rajta kapták őket a hazugságon, és így aztán őket ítélték halálra, természetesen jogosan. Tehát így hallgassák, kérem, ezt az egész hangversenyt, amiben még az is belefért, hogy a hetedik darab, egy kilencedik tónusú darab, az én szerény véleményem szerint egy női portré, mégpedig
lehet akár Boldogasszonynak a portréja is, de ugyanúgy ennek az ártatlan hölgynek, Zsuzsannának a portréja. És hát a végén a nagy összefoglalás. Kérem, hallgassák szeretettel! Kedves nézőink, az Összhang kulturális magazin műsort látták, a jövő héten is szombaton 16 órától jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!